Eltemették a telet András Hidán. A hagyományos hamvazó szerdai eseményen mintegy 200 óvodás és alsó tagozatos diák jelenlétében az Alafolyón úsztatták el az évszakot és a rossz dolgokat jelképező kiszebábot. A gyerekek télűző rigmusokkal és különböző hangkeltő eszközökkel vonultak végig a főutcán, hogy a folyópartra érve búcsút vegyenek a kiszebábtól. Hogy milyen okból, azt a kicsik és a kicsit nagyobbak egyaránt tudják. Hogy elűzzük a telet. Miért kell a telet előzni? Mert hogy jöhessen más idősot is. Kiszebábot úsztattunk, aminek hagyományára előztük a telet. Hogy együtt legyen a közösség, és néha tanuljanak is a kisebbek a nagyobbaktól. A rendezvény szorosan illeszkedik a helyi intézmények nevelési programjába. Alapvető cél, hogy a gyerekek megismerjék a hagyományokat, tudják és értsék a jeles napok, ünnepek jelentőségét. Ezért az óvoda és az iskola is nagy hangsúlyt fordít ezekre. Ez része annak a hagyományőrzésnek, amelyet folytatunk, és a mi iskolánkban ez nagyon jellemző hagyományőrzés, tehát a ünnepköröket egész éven át, illetve a régi hagyományokat, szokásokat igyekszünk megtartani, gyerekeknek továbbvinni, hiszen csak itt tudjuk a jövő generáció számára megismertetni, továbbvinni azokat az értékeket, amelyek évszázadokon keresztül jellemezték a magyar társadalmat. Minden ilyen jeles alkalomkor közösen ünneplünk, ahogy a helyzet engedi. Minden évben elúsztatjuk ezt a kiszebábot, amivel elkergetjük a telet, és minden rosszaságot, amit csak lehet. A gyerekeket megkérdeztük, mindenki elmondta, hogy mi az a rosszaság, amit szeretne elkergetni ezzel a kiszebábbal. A néphagyomány szerint, ha a bábú elúszik, akkor vége a télnek, és hamarosan beköszönt a tavasz.